Sziasztok gyerekek, én Józsa Mónika vagyok, a mai magyar órát én fogom nektek tartani. A mai órán azt fogjuk gyakorolni, illetve ismételni, amit már eddig a szófajokról tanultunk. Nézzük először, hogy milyen szófajokat tanultunk. Ugye három szófajról volt szó, az igéről, a főnévről és a melléknévről. Most többet nem is mondanék erről, nézzük a feladatokat és gyakoroljunk. Első feladat. Válaszolj a kérdésre. Ezt írd a füzetbe, csak a megoldásokat. Tehát mi alapján osztjuk fel a szavakat szófajokra. És írd le azt, amit jelölsz. A, B vagy C. Tehát idejük alapján, jelentésük alapján, vagy pedig módjuk alapján. Tehát a szavakat valami alapján csoportokra osztottuk, amiket szófajoknak nevezünk. Mi volt ez? Az ideje, jelentése, vagy a módja. Tehát itt a B lesz a jó megoldás, mert hogy a szavakat jelentésük alapján osztottuk fel. Hogyha jól válaszoltál, ez a feladat egy pontot ér. Minden feladat megvan hány pontot ér, írd fel magadnak, ha jól válaszoltál egy pont, ha rosszul, akkor nulla. És a végén összesítünk. Nézzük a másodikat. Pótold a mondat hiányzó részét. Tehát A, B, C, D, E mondatokat látsz, mindegyik el van kezdve, egy-egy szófajnak a meghatározása. Neked be kell helyettesíteni a megfelelő szófajt a megfelelő vonalra. Tehát az A, élőlények, élettelen dolgok, gondolati dolgok neve. És helyettesíts be. Ez melyikre igaz? Melléknév, köznév, ige, tulajdonnév vagy a főnév? Itt is írd fel, hogy A, és írd oda a megfelelő szófajt. Utána a B-nél, a C-nél, és így tovább. Figyelmesen olvasd el mindegyiket. Mert nem mindegyik szófajnak a meghatározása, hanem van kettő, amelyik az egyik szófajnak a két felosztását takarja. Tehát nem kell leírni az egész feladatot, csak azt, hogy a mondat és mit írtál be, melyik szófajt. Jó, szerintem az elsőt azt már mindenki beírta. Tehát melyik szófaj lesz az, amely élőlények, élettelen dolgok, gondolati dolgok neve? Ez lesz a főnév. Hogyha ezt jól írtad be, akkor pipa. A második, vagy a B, a melyik szófaj cselekvést, történést, vagy létezést fejez ki, vagy létezést jelentő szavak csoportja? Ez lesz az ige. Ha jó, akkor pipa. Következő, élőlények, élettelen dolgok tulajdonságát jelenti. Tehát ugye, ami a tulajdonságot határozza meg, az a szófaj a melléknév. Következő, élőlények, élettelen dolgok közös neve. Ugye ez már nem szófaj, hanem az egyik szófajnak az egyik felosztása. Mégpedig az, ami a dolgok közös neve, az a köznév. Az utolsó pedig élőlények, élettelen dolgok saját neve. A saját neve az is a főnévnek az egyik felosztása, ami a tulajdonnév. Ha jól válaszoltál, mindenhova jókat helyettesítettél be, akkor mindenhova pipát tettél, és ez a feladat 5 pontot ér. Ugye ahány rossz, annyit kivonunk az 5 pontból. De szerintem ezt mindenki jól oldotta meg, ez nem volt egy nehéz feladat. Hogyha pontoztuk, megvan, akkor nézzük a harmadikat. A történést kifejező igék akaratunktól függően történnek. Ugye beszéltünk arról, hogy mi a különbség az igék között, hogy akaratunktól függően vagy függetlenül történnek. Hatással vagyunk rájuk, vagy nem tudjuk befolyásolni. Tehát igaz vagy hamis. A történést kifejező igék akaratunktól függően történnek. Hamis, mert hogy ezt nem tudjuk befolyásolni, például esik az eső, fúj a szél, ezek mind történést fejeznek ki, ami nem tőlünk függ. Tehát hamis. Ha jól válaszoltál, akkor itt egy pont jár. Következő. Pótold a mondat hiányzó részét. A felszólító mód jele a jé, b, na-ne-ná-né, vagy c, a felszólító módnak nincs jele.
Itt is csak írd be, hogy A, B vagy C, melyik választ jelölöd meg. Felszólító módnak a jele melyik lesz? Az A. Felszólító mód jele a J. Például szaladj, aludj, beszélj. Ugye mindegyik szónak ott van a végén a J. Hogyha az A-t jelölted meg, akkor jár az egy pont. Ha B-t vagy a C-t, akkor nulla. Ötödik kérdés. Szintén pótod a mondat hiányzó részét. A feltételes mód jele a J, a nanenáné, vagy pedig nincs jele. Melyik lesz a jó válasz? Logikusan gondolkodunk, az előbb volt meg a J, az a felszólító módnak a jele, akkor az már nem lehet, akkor már csak a B vagy a C válasz lesz a helyes. A B. Hogyha a B-t írtad, a feltételes mód jele a nanenáné, akkor egy pont, hogyha valamelyiket az A vagy a C közül, akkor nulla. Következő, szintén egy igaz-hamis állítás. Nem igaz, hogy a kijelentő mód jele a na-ne-na-né. Figyelj, az az állítás, hogy nem igaz, hogy a kijelentő módnak a na-ne-na-né a jele. Ez igaz vagy hamis? Tehát, hogy azt mondanám, hogy igaz, akkor lenne hamis az állítás, de azt mondom, hogy nem igaz, hogy ez a jele, akkor helyesen mondtam, mert a kijelentő módnak mi a jele? Az, hogy nincs neki jele. Tehát a nanenáné az a feltételes módnak a jele, ezért ez az állítás igaz. Hogyha az igaz állítást jelölted meg, akkor jár az egy pont. Hetedik. Pótold a mondat hiányzó részét. A tulajdon neveket. A. Csak akkor írjuk nagybetűvel, ha mondatot kezdünk. B. Mindig nagybetűvel írjuk. Vagy C. A tulajdonneveket nem kell nagybetűvel írni. Az előbb mondtuk, hogy a tulajdonnevek azok a saját nevek. Melyik lesz az igaz állítás? Csak akkor írjuk nagybetűvel, ha mondatot kezdünk, nem kell őket nagybetűvel írni, vagy pedig mindig nagybetűvel kell írni. A, B vagy C. A három közül az egyiket írd le. Na, melyik lesz az igaz? A tulajdonneveket mindig nagybetűvel írjuk. Tehát a saját nevünket, személyeknek a nevét, állatoknak a nevét, földrajzi neveket mindig nagybetűvel kell írni, tehát a helyes válasz a B. Ha a B-t írtad, akkor egy pont. Válaszolj a kérdésre. Nagyon figyelj, melyik állítás igaz a melléknévre? A melléknév csak külső tulajdonságot jelöl, B. A melléknév csak belső tulajdonságot jelöl, vagy C. A külső tulajdonságokat érzékszerveinkkel állapíthatjuk meg. Tehát melyik lehet az, amelyik igaz? Vigyázz, mert csak egy helyes válasz van. Az, amelyik teljesen helyes. Itt is írt fel azt a betűt, amelyik választ megjelölöd. És a helyes állítás az a C, mivel a melléknév nem csak külső vagy csak belső, hanem mindkét tulajdonságot kifejezi, de a külső tulajdonságot azokat érzékszerveinkkel. Ugye mondtuk, hogy mik azok az érzékszervek, amiket látással, hallással, tapintással tudunk megismerni. Tehát a C. Hogyha a C-t írtad, egy pont. Kilencedik. Megint be kell helyettesíteni a megadott szavakat. Tehát a mondatok el vannak kezdve, és fel vannak tüntetve az igeidőknek a jelei. Neked a megfelelőt kell beírnod a megfelelő helyre. Tehát most is írod, hogy A, és amelyik az A mondathoz tartozik, azt írod oda. Jelen idő, jövő idő, vagy múlt idő. Ugyanígy a B-nél és a C-nél. Melyik lesz, amelyik az 1T vagy a 2T a jelölése, melyiknek nincs jele, és melyiknek a ni fog. Hát nézzük az A mondatnál.
Egy T vagy két T a jele a múlt időnek. Hogyha jó, akkor pipa. Melyik az az igeidő, amelyiknek nincs jele? Ez a jelen idő. És akkor az utolsó helyre kizárásos alapon egy maradt, és a jövő időnek a jele a ni fog. De ezen kívül mondtuk, hogy hogyan lehet még kifejezni a jelen időt. A jelennek nincsen jele, de ha azt mondom, hogy jelenleg, pillanatnyilag, most, az azt jelenti, hogy ebben a pillanatban történik. A múlt időt ki lehet fejezni az egy tével, vagy a két tével, ami ugye attól függ, hogy a szó végén egy magánhangzó van, vagy egy mással hangzó. Tehát magánhangzó után mindig két tét írunk, mással hangzó után pedig egy tét. De ezen kívül hogyan tudom én még kifejezni a múlt időt? Mivel tudom elmondani azt, hogy valami már megtörtént? Például azt mondom, hogy tegnap, tavaly, vagy ha jövőt akarom kifejezni, akkor ott is azt mondhatom, hogy holnap, jövőre, nem sokára. Ezek mind a jövőre utalnak. De ezen kívül még ugye nagyon sok van. Hogyha itt mindent jól írtál be, akkor 3 pont jár. Nézzük a tizediket. Az alábbi mondatokból írd ki az igéket. Első mondat, Mihály megemelte a kalapját, így köszöntötte a szomszédját. A mondatokat nem kell átírni, csak az igéket írd ki a mondatból. A következő, a körte már lepotyogott a fáról, és a harmadik, megmostam a zöldséget és felszeleteltem. Tehát minden szófajnak ismerjük a kérdéseit, azokat használjuk. Olvasd el a mondatokat, és kérdezz rá az ige kérdésével a szavakra. Majd utána írd le őket a füzetbe. Annyit segítek, hogy ebben a 3 mondatban 5 ige található összesen. Nézzük az első mondatot. Mihály megemelte a kalapját, így köszöntötte a szomszédját. Az ige kérdései ugye, mit csinál, mi történik. Kérdezzünk rá, Mihály megemelte a kalapját. Mit csinált? Megemelte. Tehát ezt írtam le a vonalra. Az első ige az, hogy megemelte, leírtuk. Így köszöntötte a szomszédját. Mit csinált? Köszöntötte. Következő ige, köszöntötte. Leírom a vonalra. Következő mondat. A körte már lepotyogott a fáról. Kérdezzünk rá. Mi történt? Lepotyogott. És ugye a kérdéstől függően cselekvés vagy történést fejez ki. Az első kettő megemelte, köszöntötte. Cselekvést kifejező igék voltak, a lepotyogott, az viszont egy történés. Megmostam a zöldséget és felszeleteltem. Mit csináltam? Megmostam. A negyedik igém a megmostam, és még egy maradt, megmostam, és mit csináltam? Felszeleteltem. Az ötödik az a felszeleteltem. Ezt is leírtuk a vonalra. Ha minden igét jól írtál le, akkor jár az 5 pont, mert ez a feladat 5 pontot ér. És nézzük meg, hogy ezek az igék milyen igeidőben vannak. Jelen, múlt vagy jövő. Mikor történt vagy történik. Tehát mindegyik múlt idő, és a múlt idő jelét is meg lehet figyelni. Nagyszerű. Aki jól dolgozott, 5 pont. 11. kérdés, feladat. Válaszolj a kérdésre. Milyen szófajúak az alábbi szavak? Szép, asztali, kedves, hangos, pöttyös. A. Ige, B. Főnév, C. Melléknév. Kérdezz rá a szavakra, és amelyik kérdésre válaszolnak, a hozzá tartozó szófajt jelöld meg. A, B vagy C lehetőséget. Tehát szép, asztali, kedves, hangos, pöttyös. Mit fejeznek ki ezek a szavak? A helyes válasz az pedig a
C lesz, mert úgy kérdezünk rá, hogy milyen szép, milyen asztali, kedves. És ezek mind melléknevek. Ha jól válaszoltál, egy pont. Most pedig össze kell kötni a megfelelő párokat. Az egyik oszlopban azokat a szavakat látod, hogy kézi, illatos, pöttyös, kincses, öreg, poros. Ha rákérdezünk, ezek milyen szófajú szavak? Melléknevek. Tehát az egyik oszlopban balról mellékneveket látunk, jobbról pedig utca, ember, táska, virág, labda, térkép. Ha rákérdezünk, ki, mi, a kérdése ezek tehát főnevek. Most össze kell kötni a megfelelő főnevet a megfelelő melléknévvel. Akkor a főnevekkel írjuk először. Tehát megyünk sorba, hogy a főneveket nézzük, és melyik lesz neki a párja. Utca. Kérdezzünk rá, milyen utca? Poros utca. Következő főnév az ember. Kérdezzünk rá, milyen ember? A felsorolt melléknevek közül melyik lehet neki a párja? Milyen ember? Öreg ember. A következő a táska. Az előbb már néztük, milyen táska? Kézi táska. Virág. Milyen virág? A felsorolt szavak közül mi lehet neki a párja? Milyen virág? Illatos virág. Az ötödik a labda. Már csak két szavunk maradt. Milyen labda? Pöttyös labda. És az utolsó a térkép. Milyen térkép? Kincses térkép. Jó. Hogyha elkészültünk, akkor nézzük meg, hogy hányat sikerült helyesen összepárosítani. Ha mindegyiket helyesen kötöttük össze, akkor ezért a feladatért 6 pontot lehetett kapni. Ugye ahány rossz, annyi pontot vonunk ki ebből a 6-ból. Hogyha valamit tévesen kötöttünk össze, akkor azt pedig kijavítjuk. Jó. 13. feladat. Szavak vannak vegyesen felsorolva minden szófajból. Alma, eszik, kérdez, televízió, sárga, eszik, szép, mogyoró, friss. Készíts magadnak a füzetben egy táblázatot, írd fel ugyanígy, hogy ige, főnév, melléknév, és a szavakat csoportosítva írd be. Tehát mész sorba. Alma, rákérdezel a megfelelő kérdéssel, és beírod ahhoz a szófajhoz, amelyikhez tartozik. Ugyanígy mész tovább. A következő egy alszik, kérdez. Amikor kész, akkor ellenőrizzük. Vigyázz, hogy jól kérdezz rá, mert ha rosszul kérdezel, akkor rossz helyre fogod beírni. Na nézzük az alma. Hogyan kérdezünk rá? Mi alma? Tehát a mi az, melyik szófajnak a kérdése? A főnévnek. Tehát a főnévhez beírtuk, hogy alma. Alszik. Kérdése, mit csinál? Alszik. Amely az igéhez tartozik. Beírjuk az igéhez. Kérdez. Az alszik után ez nem nehéz. Mit csinál? Kérdez. Ez is szintén egy ige. Televízió. Hogyan kérdezünk rá? Mi? Televízió. Tehát ez is egy főnév. Sárga. Ha valamelyik szóval nem boldogulunk, akkor próbáljuk meg mondatba foglalni, vagy egy másik szót rendeljünk mellé, és már is könnyebb lesz. Sárga. Hogyan kérdezhetünk rá? Például sárga alma. Milyen alma? Sárga. Hát a milyen az egy melléknév. Eszik. Mit csinál? Eszik. Ez egy ige. Szép. Milyen? Szép. Melléknév. Mogyoró. Hogyan kérdezünk a mogyoróra? Mi? Mogyoró. Tehát a mogyoró az egy főnév,
És még egy szó maradt, a friss. Például friss gyümölcs. Milyen? Friss. Hogyha minden szót helyesen írtál be, akkor ezért a feladatért 9 pont jár. És ahány rossz, annyi mínusz pont. Hogyha megvan, pontokat leírtad, akkor nézzük a következő feladatot. Szintén egy táblázatot kell készítened, és a megfelelő helyre kell beírni az igéket. Tehát jelen, múlt vagy jövő idejűek az igék. Ettem, nevet, fáj, sütni fog, kérni fog, tanul, beszélni fog, lépett. Figyelj arra, ugye mondtuk, hogy a múlt idő jele az 1T, 2T. De attól, hogyha a szó végén T-t látsz, az nem biztos, hogy múlt idejű ige lesz. Tehát írd fel, hogy jelen idő, múlt idő, jövő idő, és a szavakat írd be a megfelelő helyre. Nézzük az elsőt. Ettem. Mikor? Ez már megtörtént, tehát ez egy múlt idejű ige. Nevet. Jelen idő, mert ha azt mondom múlt időben, hogy nevet, akkor úgy mondom, hogy nevetett. Jó? Következő fáj. Ez mikor történik? Jelen. Be is írtam a jelen időhöz. Sütni fog. Ez melyik idő? Jövő. Hát ott van a jövő időnek a jele, az is segít, sütni fog. Következő, írt. Ez már megtörtént, már valamit leírt. Kérni fog, szintén ott van a jövő idő jele, jövő idejű ige. Tanul. Mikor? Most, ebben a pillanatban, jelen időben tanul. Beszélni fog. Ez milyen idő? Hát ugyanúgy ott van a jövő időnek a jele, ez is egy jövő idejű ige, illetve a lépett. Mikor? Már megtette, ez már megtörtént, tehát ez is egy múlt idejű ige. Itt szintén, ha minden szót jó helyre írtál be, akkor ezért a feladatért 9 pont jár. Ha rossz, akkor pedig levonod. Jó, pontszámot felírtad. És most ugyanezt csináljuk melléknevekkel, külső vagy belső tulajdonságot fejez ki. Kedves, szép, okos, alacsony, sápadt, bátor, erős, ügyes. Tehát a külső tulajdonságot ugye mondtuk, hogy érzékszerveinkkel tudjuk megállapítani, a belsőt azt pedig úgy tudjuk megállapítani, hogy valakit már megismertünk, és tudjuk, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Csoportosítsd a szavakat. Nézzük az elsőt. Kedves. Külső vagy belső tulajdonság lesz. Ahhoz, hogy tudjam, hogy valaki kedves, azt látom rajta, vagy ahhoz meg kell, hogy ismerjem. Tehát ez meg kell, hogy tudjam, meg kell, hogy ismerjem az embert, hogy meg tudjam állapítani, hogy kedves vagy nem. Az, hogy valaki szép, az külső tulajdonság, mert hogy azt látom. Okos. Ezt ugyanúgy, hogy valakiről tudjam, hogy okos, ahhoz bizony meg kell ismernem, mert ha ránézek, nem látom rajta, hogy okos vagy nem. Ahhoz beszélgetnem is kell vele. Alacsony. Ezt ránézésre meg tudjuk állapítani. Külső tulajdonság. Sápadt. Hát ez sokszor látszik az embereken, hogyha valami miatt rosszul érzik magukat, vagy betegek, akkor sápadtak, ezt is látjuk rajtuk. Az, hogy valaki bátor, az is egy belső tulajdonság.
erős. Azt ránézést és meg tudjuk állapítani, ha valaki nagyon izmos, arról tudjuk, hogy ő biztos erős. Ügyes. Ahhoz megint csak meg kell ismernünk, hogy tudjuk, hogy ügyes vagy nem. Ha itt jól dolgoztál, akkor ezért a feladatért 8 pont jár. Ha minden helyes. Ahány rossz, akkor annyiszor mínusz 1 pont. Jó, és akkor most összesítsünk. Hogyha 8-tól többet nem hibáztál, akkor nagyon ügyes vagy. Hogyha 13-tól több hiba pontod van, akkor azért van még mit tanulnod, de ha attól többet hibáztál, akkor még bizony jó sokat kell tanulnod. De először add össze a pontokat. De az is lehet, hogy csak némelyik szófajnál hibáztál, nem is mindegyiknél. Tehát ahol a legtöbb hibád volt, azt még gyakorold. Hogyha megvan, mindenki összeadta a pontokat, akkor a mai óránk végéhez is elérkeztünk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!